Én odáig jutottam el, hogy van egy A-tervem, egy B-tervem, egy C-tervem, és D-tervem már nincs. A D az öngyilkosság. Köszöntöm a nézőket, Kadarka Endre vagyok, ez itt az Arckép, vasárnap este fél héttől jelentkező portréműsorunk. A mai vendégem a magyar nyilvánosság egyik legmegosztóbb személyisége, aki karcos, kategórikus ítélet alkotásával hát rendre hullámokat kavar. A gagyi, a hamis, a tisztességtelenség, a becstelenség kérlelhetetlen ellensége, és hát ő igencsak szigorú mércével mér. Én a magam részéről már régóta tervezem, hogy megpróbálok mögé látni ennek a vehemenciának. Erre teszek most kísérletet Puzsé Robertel. Ő jön. Megütötte a fülem az egyik nyilatkozatot, aztán persze mindenről annyit fogsz elmondani, amennyit akarsz, de azt mondod, hogy egyszer, amikor jöttél haza az iskolából, három kívánságod volt, ezt fogalmaztad meg. Az egyik az az volt, hogy a szüleid házasodjanak újra össze, lévén, hogy ők ugye elváltak, a másik, hogy, hogy mondják ezt szépen, PC módon szeretkezhess egyet, végre valahára, egyszer az életben, mondtad ezt. A harmadik pedig az volt, hogy legyenek barátaid. Azért ez szerintem egy elég sokat mondó és adekvát kép. Az elsőből számomra az következik, hogy neked azért békétlen volt a gyerekkorod az ilyesfajta módon? Hát a szülők vállása az azért mindig trauma egy gyereknek. A, a szeparációs, nem is szeparációs, lojalitás szorongás miatt. Mert ugye a gyereknek valaki, valamelyik szülővel azonosulnia kell, hogyha egy ilyen brutális veszekedés van. És ott az volt? Nem. Mi? Hát azért voltak. Azért voltak. Azt a válasz az ezzel járt. Tehát amikor egy amikor a, amikor a, a család felbomlik, az azért nem sosem békés. Te ezt hogy élted meg? Hány éves voltál? Attól? Hat. Mit fog föl mindebből egy hat éves gyerek? Hát, a, a, arra emlékszem, hogy a szüleim üvöltöznek egymással, én pedig bennem valami pokol van, mert ugye ebben a helyzetben valamelyik oldalra állni kell, hogy az ember ne szenvedje ezt meg. De nem állhat sem az anyja oldalára a gyerek, sem az apja oldalára a gyerek, mert az apja oldalára el, áll, elárulja az anyját, az anyja oldalára áll, elárulja az apját. Tehát itt egy lojali, úgynevezett lojalitás szorongás alakul ki, ami azt jelenti, hogy mivel nem tud a gyerek sehova se állni, a gyerekben van egy apai isten, egy apaisten, meg egy anyaisten. És a, a külső konfliktus, a külső háború az apa és az anya közül között, az begyűrűzik a gyereken belülre, és a gyereken belül zajlik a háború, az apa és az anya között, és a gyerek ezt a háborút nem döntheti el, mert ha eldönti, akkor valamelyik szülőjét elárulja. Te ez ezt hogy oldottad fel magad? Nem lehet ezt feloldani se, hogy szenvedtem tőle. Nem lehet, ezt, ezt nem lehet sehogyan feloldani. Az, ez, ez, ennek a helyzetnek a megoldása nem a gyerek kezében van. A szülők feladata az, hogy soha ne veszekedjenek úgy, hogy a gyerek hallja. Annak olyan körülményeket kell teremteni, annak a veszekedésnek, hogy azt a gyerek soha, semmilyen körülmények között ne hallja. Azt gondolom, hogy nem megoldás nem veszekedni. Mert ezek a feszültségek, ezek feltörnek így vagy úgy. Inkább a módozataival volt baj? Hát a körülményeikvel volt a baj, hogy, hogy, én ott voltam ott és akkor. Szóval megszenvedtem, igen, igen, ez nem volt könnyű. És egy ilyen szorongó, magányos, szomorú kisfiú voltam. És, magányos? Igen, igen, Nem voltak barátaim? Nem. Nem voltak barátaim. Csúfoltak is? Igen. Igen csúfoltak is. Igen. Mivel csúfoltak? Hát én kövér, vagy kövér kisgyerek voltam. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez megvolt, ez abszolút megvolt. Én nem voltam egy népszerű gyerek akkor, egyáltalán. Te tettél azért, hogy népszerű légy, vagy megadtad az okát annak, hogy te ne legyél a tápláléklánc tetején? Megadtam, úgy gondolom, hogy az nem véletlen. Ez nem volt véletlen. Én, én már akkor is elég nagy hangon, meg elég konzekvensen kiálltam a vélt igazam mellett. És hát azért egy, tudjuk jól, hogy a, a gyereke, gyere, gyermekcsoport az egy, az, az, egy ilyen csürhe. Tehát az egy csürhe. És hát én ebbe, ennek a csürhének a, 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 hierarchiájában hát meglehetősen az alsó regiszterekben voltam. Tehát nem, nem mondom, hogy én voltam a legalján, de az alsó, negyedben. És és nekem tényleg semmi önbizalmam nem volt akkor. Tehát, hogy én tényleg úgy gondoltam, hogy nekem soha nem lesz nőm. Hát hogyan? És akkor tényleg úgy voltam vele, hogy az ilyen gyereknek a, 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 a... Fi, az olyan, mint az élet szárnyasoltára, Az egy, az ilyen, egy ilyen az egy, numinózum, ami alászállt a, a, a mennyből, és, 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 ott van a nőknél, de hát az természetesen nem lehet hozzájutni, hát még a mellekhez se lehet hozzájutni, nem hogy a Puntihoz. Tehát, hogy ez a, a punci az valami olyasmi volt, ami egy, amit egy ilyen Wertheim szekrény őriz, és, és én nem tudom a kódot, és sosem fogom megtudni a kódot, és ezért nem marad más, mint imádkozni a, az Istenhez, hogy az emberre egy Puti valahonnan ráessen. Mert más esélye úgy sincsen. De próbálkoztál kitartóan? Én próbálkoztam, én próbálkoztam, de akkor még nem tudtam, hogy ezt hogyan kell, hogy ennek mi a. még nem tudtam a számkombinációt. Ugye a a, a vezető számkombináció az az, hogy ott egy kétfenekű dobozt kell az embernek magából gyártania. A, a fölső feneke a doboznak az az, a a, a külső, kifelé, kifelé kommunikál az ember, hogy köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, nincsen szükségem senkire a világon. A legjobban érzem magam. És akkor van ez alatt egy 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 egy, 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 egy második feneke a doboznak, ettől trükkös, a, és ez a második feneke a doboznak, ez az, hogy de ha már ilyen jó vagy, jól vagyok, és ha már ilyen jó a buli, mit iszol? Tehát ez a ez a hozzáállás. Ez tehát, a hányavetiség. Ez, ez a, vég, ez, ez a végte. Tehát ugye a, a, világ úgy működik, hogy amit az ember elenged, azt elnyeri, amit meg az ember tíz körömmel markol, az meg kicsúszik a kezéből. Ez, erre a paradoxonra van felfűzve a létezés. Te mikor jöttél mindenre rá a nők kapcsán? Hány éves korodban? Tehát az inséges időt mikor értek véget? 25-6, már egyetem után. Addig az a pokol volt? Nem teljesen a pokol volt, mert azért időről időre működött. Csak a, 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 nő, a nőkkel azért nehéz, mert ha az embernek nincsen önbizalma, akkor az embert nagyon rosszul érinti egy visszautasítás. Általában azok a férfiak sikeresek a nőknél, nem azok a férfiak sikeresek a nőknél, akik oda mennek bármelyik nőhöz, és bármelyik nővelük elmegy szobára. Azok a férfiak sikeresek, mert ilyen nincs ilyen férfi nincs. Ö, ezek a legendák a Don meg a Casanováról mesebeszéd. Azok a férfiak sikeresek a nőknél, akiket nem érdekel a visszautasítás. És oda mennek egy este 30 nőhöz, és statisztikailag 30-ból össze fog jönni egy. Na most ehhez, hogy mondjam, annyira érzéketlennek kell lenni, vagy akkora önbizalommal kell rendelkezni, amellyel én nem rendelkeztem soha. Se az érzéketlenség mértékével, se az önbizalméval. Ennek megfelelően, ennek megfelelően én azt tudtam csinálni, hogy oda mentem egy nőhöz, az engem visszautasított, és az addigi nem tudom én tízes skálán négyes önbizalmam az így lezuhant kettesre. De kettes önbizalommal meg már az ember nem megy oda senkihez, hanem elsomfordál haza, és szomorkodik. De már elve egy négyes önbizalommal oda megy az ember egy nőhöz, vajon mit fog mondani neki az a nő? Kétfenekű doboz, ami valójában Lássuk be! Egy hazugság. Mert hazudni kell. És ez szomorú, mert valójában ez van. Hazudni kell. A nők ezt várják. Ezt várják. Ezt a hazugságot várják. Az igazságért még soha senkinek nem jár zsákolás. Soha. Hát neked akkor különösképpen nehéz lehetett lévén, hogy egy elég nyílszívű és szókimondó ember vagy, hogy rá volták kényszerítve egy ilyen meglehetősen intim helyzetben, hogy ne légy őszinte. Én ebben nem mentem bele az utcába, hogy ne legyek őszinte. A doktornőm adta a tanácsot, hogy hogyan, mert akkor így jártam terápiába, és akkor így a doktornőm segítségével ő mondta. Már hogy akkor 21 éves Igen, igen. Én már nem tudom én, amióta az eszemet tudom, kb. Ez szorongásból fakadt? Igen, igen. Erős szorongás? És azt el tudod nekem mondani, bármikor szólj rám, ha túl intimet kérdezek, hogy mi mondjuk a. Te azt nyilván vállalod, hogy neurotikus vagy, ezt nem egy nyilatkozatodban olvastam, hogy mi a. Neurotikusságnak mondjuk a legmélyebb pokla? Az hogy kell elképzelni? Amikor az ember azt érzi, hogy na innen tényleg nincs tovább. Az ember egy nyolcas értékű szorongással él. A tízes skálán nyolcas. Tehát a, az azt jelenti, hogy ö, hogy az, az a földi pokol a nyolcas szorongás. Tulajdonképpen úgy tudnám kifejezni, hogy egy, egy pánikroham, amin az ember rajta marad. Tehát ez azt jelenti, hogy egy, elkezdődik egy pánikroham, és egy normál pánikroham az így lezajlik, és utána a szorongás visszacsúszik a tudattalamba. Hm. És aztán a következő roham ö, során újra feltör. És hát velem az történt, hogy lett egy pánikrohamom, ami hát nem csúszott vissza a tudattalamba, hanem így kvázi rajtam ragadt és ezt hívják úgy, hogy generalizált szorongás szindróma. Nyolcas szorongás minden nap, minden percében, nekem öt teljes hónapon keresztül, most kinek hogy, vannak akik fél életet leélnek ebben az állapotban. A nyolcas szorongás az, az körülbelül azt jelenti, hogy az embernek folyamatosan van egy gombóc gombócatorkában, folyamatosan össze van rándulva úgy a rekeszizma, olyan mértékben, hogy az olyan érzés, minthogyha idebent, a melkascsont melkas csont mögött lenne egy üveg, ami savval volt tele, és így széttört, és a sav kifolyt, és itt belül mar szét. ben gyakorlatilag? 0 ben és amikor az ember meglát mondjuk egy ilyen háromkerekű biciklit, vagy valami, bármi olyasmit, ami ilyen kis gyerekjátékokat, ami összefüggésben van a szorongásának a forrásával, akkor a nyolcas ö, szorongás az felszalad tízesre. És akkor az ember sír, zokog, üvölt, de a neurotikus sírás az nem olyan, mint az egészséges ember sírása. Az egészséges ember sír és megkönnyebbül. A, a szorongó az akármennyit sírhat. Sírhat 24 órát egy nap és nem könnyebbül meg. Az a sírás az nem könnyebbít meg. Melyik volt mondjuk a legfájdalmasabb élményed ebből az öt hónapból? Fel tudod azt idézni? Volt egy... Volt egy... Egy depersonalizációs élményem. Fölébredtem a barátnőm mellett, álmomból. Ránéztem a barátnőmre, és nem a barátnőm volt, hanem, hanem csak egy, egy, nő. Nem az, nem az ő arca volt, nem az ő arca volt, nem láttam a, a csajomat. És aztán aztán magam, magamban néztem, és nem én voltam, hanem csak egy férfi. Tehát ott, ott feküdtem a, a csajom mellett, frissen fölébredtem, és nem én voltam, és nem ő volt, hanem egy férfi feküdt egy ágyban egy nő mellett. És az az érzés, az a pillanat, Hirtelen olyan volt, mintha egy, egy, egy mélységes, mély kútban néztem volna, és a kút alján démonok fenték volna a késeiket. És olyan, olyan ijesztő és olyan rémületes volt, hogy elmondani nem tudom. Elmondani nem tudom. Ö, hála Istenek, ezen az élményen nem maradtam rajta, de ezen is rajta lehet. Tehát van olyan, aki a depersonalizációban ragad, akár évekre. Ez a... az őrület határa? Nem, 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 nem. Az őrület pszichózis, ez neurózis. Ö, nincs köze az őrülethez. Ö, az őrület az a szellempokla. A neurózis a, léle... a, a lélekpokla. Értem. Ö, a... Fogalmazunk úgy, hogy az őrület az az uh, intellektuális pokol, a, a neurózis az érzelmi pokol. Értem. Tehát uh, itt, uh, itt, itt, nem őrület történik, itt, uh, itt az ember az... Uh, az ember megtapasztalja az elemi fájdalmat és az elemi magányt, és, és olyan, és, és olyan uh, félelmet és szorongást és, és uh, Nehéz, nehéz, nagyon, nagyon nehéz erről, erről, beszélni, de annyit tudok mondani, hogy a neurózisom hónapjai alatt jöttem rá arra, hogy az öngyilkosság az nem egy rettenetes dolog. Megfordult a fejedbe, hogy esetleg... Igen. Igen? Igen. És én ott jöttem rá, hogy az öngyilkosság nem egy rettenetes dolog. Én addig úgy gondoltam az öngyilkosságra, hogy úristen, hát ez borzalmas dolog, hogy emberek idáig jutnak, hogy végül megölik magukat én azért eléggé szeretem magam, meg eléggé szeretek élni. Szeretsz élni? Igen. Igen. Ennek megfelelően így sosem gondoltam arra, hogy én egyszer esetleg valaha öngyilkos lehetek. És aztán jött ez a neurózis, és, és megértettem az öngyilkosság lélektanát. Megértettem, hogy hogy lesz valaki öngyilkos. És megértettem, hogy az öngyilkosság az nem egy borzalmas dolog, ami sajnos megtörténik időnként, hanem hogy egy hatalmas vívmány. Egy hatalmas kulturális vívmány, amit az ember elsajátított, hogy a pokolból egy, egy menekülő útvonal, egy, egy, egy vészkiárat mindig van. Tehát, hogy, hogy, hogy nem kell az embernek a pokolban leélnie mondjuk nyolcas szorongással 25 évet. Mert miért kéne? Mert kinek tartozik az ember az értelmetlen szenvedéssel? senkinek. És akkor jöttem rá arra, hogy, hogy hogy, lesz öngyilkos valaki. Hogy úgy lesz öngyilkos, hogy két, két komponense van az öngyilkosságnak. Az egyik az az, hogy az az állapot, amiben van, az fenntarthatatlan legyen. A másik az az, hogy semmi reménye ne legyen arra, hogy ez a helyzet megváltozzon. Te meddig jutottál el az öngyilkossággal való gondolkodásban? Hát én odáig jutottam el, hogy van egy A tervem, egy B tervem, egy C tervem, és d -terven már nincs. A D az öngyilkosság. És euh, kipróbáltam az A-t, nem működött, tovább léptem a B-re, működött. És lett volna még egy Lett kiállal... volna még a C és a D. A, a az A az a gyors terápia volt. Én elkezdtem, megpróbáltam ezt a viselkedés terápiás euh, módszert magamon alkalmazni, de a terapeutám azt mondta, hogy túl obszesszív vagyok hozzá. Tehát euh, Nálam ez a, terápia, a terápiás módszer nem működött, és akkor utána váltottam a, a, az a antidepresszánsokra, és akkor az antidepresszánsokkal már stabilizálni lehetett az érzelmi állapotomat. Ezt a mai napig szeded? Igen. Hányat szedsz? Hát ö, ö, szerotonin, noradrenalin, dopamin visszavétel gátló készítményeknek a, a megfelelő megfelelően kialakított ö, ö, Aránya. elegyét viszem be. Uh -huh. Tehát az, 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 úgy, az úgy ki van mérve, meg be van állítva, most már nekem tök jól, hogy így tök, tök stabil vagyok ezzel. Ha mondjuk elmaradna egy-két napig, vagy felborulna az arányszám, akkor baj lenne? Újra előjöhetne? Persze. Úgy gondolom, hogy igen, de ezt nem így kell elvenni. Tehát, hogy ezt, ezt fél év alatt szépen lépésről lépésre lassan, lassan, lassan el lehet venni, így kivezetni az embert a, a, a szerotonin visszavételgátlásból de, de minden esetre, hogyha nem sikerült volna ez a kémiai út, akkor elmentem volna elektrokompúzív terápiára. Nem kevés olyan, olyan beszámolót találtam, hogy nem működött az antidepresszáns, és akkor jön, a, jön az elektrokompúzív terápia. És mi van az, akinek az elektrokompúzív terápia sem működik? És akkor, akkor, ott vagyok, hogy, hogy az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem tudja elvenni tőlem ezt a szorongást. És akkor marad a kötél. Hát, és, és, nem, és, nem, úgy gondoltam akkor arra az öngyilkosságra, hogy úristen, ez egy ilyen borzalmas perspektíva, hogy majd meg kell ölnöm magam. Szerinted nem... eljuthattál volna addig a szintig, hogy megteszed? Persze. Persze. Hát hogy ne? Ha nem, ha nem marad reményem arra, hogy a fenntarthatatlan állapotot megváltoztassam, akkor meg kellett volna tennem. De más úgy gondolni rá, hogy megteszem, és más az, hogy meg is tenni. Na jó, hát ez kellett volna három-négy év biztosan, hogy az ember eljuttassa magát odáig, hogy megtegye, de előbb-utóbb megteszi. Tehát az egészséges ember az úgy gondol, az addigi életére, hogy így visszanéz az addigi életére, mondjuk két-három évtizedre, és így azt érzi, hogy úristen, de gyorsan elrepült. És előre néz az életére, és azt látja, hogy még van hátra kb. ennyi, akkor azt érzi, hogy te jó Isten, derőd az élet, mindjárt vége. Na most a beteg ember az pont fordítva látja. Visszanéz az addigi életére, és végtelen időt lát. Végtelen időt. Napok, amelyek órákból, órák, amelyek percekből, percek, amelyek másodpercekből állnak. És ez mind-mind-mind túl kell, és itt minden másodperc a szorongással telik. És az ember visszagondol, hogy Úristen, mennyi idő, és arra gondol, hogy még ennyi van előttem, beleszédül. Azt, arra azt érzi, hogy Úristen, mennyi idő, végtelen idő, napokból, órákból, és azt érzi, hogy, hogy eónokat kell még leélnem, világ, világ, világ hónapokat, világ korszakokat kell még leélnem, amíg meghalhatok. És nem úgy gondol a halálra, hogy úristen, mindjárt itt a halál, te jó Isten, még mennyi dolgom van, még mennyi mindent akartam. Hanem azt érzi, hogy úristen, hol van még a halál? Mennyit kell még élnem? És ez kétségbejtő. És ennek a, tehát ebből a perspektívából kell megnézni az öngyilkosságot. Ebből a perspektívából nézve az öngyilkosság egy hatalmas és nagyszerű lehetőség. Egy lehetőség, hogy az ember a pokolból kimeneküljön. Persze, hogy hálás vagyok a sorsomnak, hogy működött a B-tervem. De, de soha többé nem tudok úgy gondolni az öngyilkosságra, mint egy ilyen rettenetes végkifejletre, amilyen borzalmasan alakult történet. Hanem úgy gondolok azóta az öngyilkosságra, hogy az öngyilkosság egy nagyszerű vívmány, ami segít abban, hogy a legrosszabbat elkerüljük. Mert a legrosszabb nem a halál, a legrosszabb az értelmetlen szenvedés. Te rájöttél arra ennyi idősen, terápiákon keresztül és szakemberek segítségével? hogy miből fakad és mi táplálja a te szorongásodat és a te szenvedés történetedet? Van egy megoldó képleted? Most már van. Most már azért van. Én azt gondolom, hogy ez a, ez, a, ez a neurózis, amiben, amiben az, ez, ez, egy 2011 őszén kezdődött történet, tehát 5 évvel ezelőtt kezdődött a, ez, a, ez a súlyos neurózik. A súlyosabbik igen, igen. Igen, igen, de a terápiámban rá kellett jönnöm arra, hogy én már gyerekkoromban neurotikus kisgyerek voltam. Mert amikor az embernek olyan, olyan emlékei vannak gyerekkorából, hogy amikor kint rossz idő van, akkor örül a feje a kisgyereknek, amikor meg kint jó idő van, akkor meg szomorkodik, és azért, mert amikor kint rossz idő van, akkor a többi ember is szomorú, nem csak ő de amikor kint jó idő van, és kint viháncolnak az emberek, és futkosnak meg strandra mennek, akkor a szomorú kisgyerek a szobában még sokkal szomorúbb, mert azt érzi, hogy sok rohadék ember most boldog. Szóval, ha az embernek ilyen emlékei vannak gyerekkorából, akkor vélhető, hogy neurotikus volt már kisgyerekként. Szóval, amikor én ezt, amikor én ezt a, a, ezt a pánikrohamot, ami aztán egy egy gener generalizált szorongás szindrómává terebélyesedett. Ezt, ezt kaptam, 11-ben. Én azt gondolom, hogy ez nem volt véletlen. Én azt gondolom, hogy ez egy vészcsengő volt. A felnőtté válásnak a vészcsengője. A, egy, azt jelezte a felettes énem, azért büntetett a felettes énem, mert az volt a, az élménye, hogy van egy élet, tervem, és én ezzel az élettervemmel nem haladok semmit. Ez a családalapítás? Családgyerek. Hm? Felelősségvállalás, felnőtté válás. Arra tudsz nekem három mondatba válaszolni, hogy ez miért maradt el, el addig? Semmi nagyon személyeset, vagy semmi nagyon egyénit nem tudok erről mondani. Azért maradt el, amiért a nemzedékem oly sok tagjának, vagy amennyire, amiért a nemzedékem oly sok tagjánál ez elmarad, vagy a mai férfiak nem mernek elköteleződni. Nem onnan fújhat a szél, pszichologizálok, pedig soha nem szeretném, hogy talán te féltél egy kicsit az intimitástól? De, 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 feltétlenül. Féltél, attom. szeret. Mi? Igen, igen, ez Szeret is, benne, igen, ez is benne, igen, benne van, biztosan benne van. De úgy gondolom, hogy ennek vannak szociális, meg vannak tényleg pszichoanalitikus okai. Úgy gondolom, hogy nem lehet ö, tudomást nem venni arról, hogy az egész nemzedékem ebben van, amiben én, hogy az egész nemzedékem férfi tagjai nem mernek elköteleződni, nem mernek felelősséget vállalni, nem mernek felnőtté válni, gyerekek akarnak maradni, mama hotelben akarnak lakni, mert, mert félnek, hogy elvágják a szárnyaikat, és félnek attól, hogy rájuk csukja egy nő a cella ajtót. Egy családi lét szerető feleséggel, két gyerekkel, az mi fajta, bármilyen bugyuta is a kérdés, örömet vagy nyugalmat hozna neked? Ezt tudod nekem érzékeltetni? Biztos, hogy én, én, én tudom, hogy hozna, de én, 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 nekem elsősorban nem egy szerető feleségre van szükségem. Az a, persze, nyilvánvalóan az a jó, ha szeret a feleséggel, szereti a felesége az embert, nyilván. De elsőrendűen nálam nem ez a szempont, hogy, hogy szeressen a feleségem, mert, hogy mondjam, ez egy alap, amit azért az ember így elsajátít, remé remélem legalábbis. Hanem elsőrendűen az, hogy szab szabadítson föl, vagy tegyen szabaddá. Hogy nekem ne kelljen fuldokolnom abban a kapcsolatban, hogy nekem ne kelljen fuldokolnom abban az intimitásban, hogy én nekem ne kelljen azt éreznem, hogy Úristen itt éppen lemetszik a szárnyaimat. Rossz nőkkel próbálkoztál, vagy te nem voltál elően elszánt és tetrekész? Én nem, én, én, én nem voltam, de nem elszánt és tetrekész nem voltam. Az önismeretem nem volt meg. Nem volt meg, nem volt meg a kellő ismeretem. Tehát nem, nem rendelkeztem a, azzal, a, azzal a mértékű pszichoanalitikus tudással, amivel ma már rendelkezem, és amiről ma már tudomásom van. A, a, azért az is egy fontos komponens ennek, hogy az anyám az egy nagyon kontrolláló, nagyon, nagyon erőszakos. Egyszer azt nagyon hallgat. erős érdekérvényesítő asszony. És, és én a párkapcsolataimban egyrészt azért úgy gondolom, hogy előszeretettel hívtam be a párkapcsolataimba olyan nőket, magam mellé, akik emlékeztettek az anyámra, vagy akikkel azokat a játszmákat, amikkel az anyámmal játszottam, az velük, velük tudtam játszani, tehát át tudtam vinni a játszmáimat. Ez, és ezért aztán minden kapcsolatom. Egy ilyen, egy ilyen, konfliktusos, nagyon-nagyon ilyen, ilyen, ilyen volt az avaron. Te ebben én ezt jól magad a konfliktusosságban? Igen, ez volt a szeretet nyelvem. Az anyámtól ezt a fajta szeretetet kaptam és ismertem meg. Ez, ez a folyamatos érdekérvényesítő harc. Ez egó harc? Melyikőtök a dominánsabb? Nem, hát ez mind a, mindig a, igen, természetesen az, de ez természetesen mindig a másiknak az érdekében zajlik. Tehát az anyám soha nem a maga érdekében akarta rám erőltetni a saját akaratát, hanem ő mindig jobban tudta, hogy mi lesz nekem a jó, mint, ami, mint, a, mint ahogyan azt én vélelmeztem. Ő minek szánt téged? Hogy mit szeretett volna? Ő ügyvédet van. akart belőlem. Mert azt érzékelt, hogy jók a verbális képességeim. De én meg nagyon örülök, hogy nem lettem ügyvéd végül, mert az ügyvéd az, az hogy mondjam, tehát az egy, tehát az ügyvédség az egy korrupt szakma. Tehát az, az, az arról szól, hogy a, az ember az tehát nem, a, nem, az el, nem, az elveinek él az ügyvéd. Én meg az elveimnek élek. Tehát, hogy én nekem, nem, nekem, 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 nem való az ügyvédkedés. Ő hogy tekint rád, vagy a te tevékenységedre, a te munkásságodra, hogy tetszik életművedre? Hát nagyon büszke most már. Most nagyon. már? Hát, hát Sokáig nem volt az? Hát ő, ne, hát ő mindvégig, ő, 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 mindvégig azt mondta, hogy így ne ezt csináljam, ne így csináljam. Nekem, nekem, Ő nekem... bizalmat sose kaptál? Ő, 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 nagyon, ő, ő ezt a média szerepet, amit én viszek Magyarországon, ami egy magyar, magyar nyilvánosságtól nagyon idegen szerep. Magyarországon mindenki mindenkivel smúzol, mindenki mindenkivel jóban van, mindenki span, mindenki kollega, puszi-puszi, ez a világ, ez az egész magyar nyilvánosság. És én ezt a diskurzust, ezt fölmondtam. Vagy ezt a konszenzust. Én, én, én én nem vagyok hajlandó részt venni ebben, és nem baj, hogyha én nem leszek családtag. Én így álltam ehhez hozzá. És az anyám ezt így látta, és így azt érezte, hogy úristen, ezt nem lehet megcsinálni. Jó, hát az anyám a kádár rendszerben szocializálódott, világos, hogy ez volt az élmény, hogy ezt nem lehet megcsinálni. És akkor természetesen kaptam a nagyon kemény nyomást magamra, hogy hogy Robi, jóban kell lenni az emberekkel, szeressenek az emberek, nem mondjál rosszat a Fási Ádámra, Hajdú Péterre, én nem tudom, bárkire, senkire. és itt tovább. És te ellentartottál? Természetesen. Hát én, én, a, én, én, nem ebben hittem. Én, 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 én az ellenkezőjében hittem. Én abban hittem, hogy ezt a, ezt a konszenzust ezt meg kell törni. És, és aztán eljött egy pillanat, amihez hát sajátos módon az kellett, hogy az RTL klubon mondjam meg a magamét, és akkor, amikor az RTL klubban mondtam meg a magam, tényleg országos, nem tény két nyilvánosság előtt, akkor volt egy pillanat, amikor az anyám megint csak elkezdte magyarázni nekem, hogy nem lehet így, Robikán, nem lehet így, jóban kell lenni, szeressenek az emberek, stb. És akkor mondtam az anyámnak, hogy mamika, én a tévében vagyok, és a tévéből beszélek ki. Te meg a tévé előtt ülsz és nézed. Érted? Én benne. Te meg előtte. Szerinted melyikünk tudja jobban, hogy mit kell mondani, és hogy hogy kell csinálni? Ezt kellő türelemmel mondod ilyenkor, vagy azért kellő agresszivitással? Nem, és... nem, ezt akkor, nem, ezt akkor végtelen türelemmel és szeretettel. És ekkor az anyámba egy kicsit benne szakadt a szó. Egy ilyen, volt egy ilyen öt másodperces csönd ezután. És én ettől a pillanattól számítom, hogy én dominálom az anyámat, és nem az anyám engem. A felszabadító erővel bírta számodra? É... Igen, mert hogy, mert hogy azóta, hogy ez a dominancia a libikóka, ez, ez átbillent, azóta az anyámmal sokkal békésebb, sokkal szeretetteljesebb a kapcsolatunk. Tehát arról van szó, hogy amióta én vezetek, azóta tudom az anyámmal való kapcsolatomat jó irányba vezetni. Azért azelőtt ez nagyon-nagyon konfliktusos volt. Ha már ezt említed, úgy uh, szóba került az interjú elején, hogy meglehetősen konfliktusos volt a gyerekkorod. Ezt te megbeszélted édesanyáddal? Persze, persze, persze. Tehát ilyesfajta őszinteség azért persze. nyilván eleven köztem. Persze, nem? persze, persze. Na, ezt, ezt, mind, ezt mind átbeszéltem anyámmal is. Az anyám az most már egy csomó mindent belát, amit, ami egyébként egy ilyen 75 éves asszonytól nagyon nem kis dolog hogy egy csomó mindent belát és elismer, és azt is látom, hogy még, hogy még változni is tud. Tehát egy csomó vonatkozásban az, az az élményem, hogy még változni is tud. És tudja is tanulj elét adni annak, hogy büszke rád. Igen. Igen. Feltétlenül. Most már feltétlenül. És most már még mindig helyelközel előfordul, hogy így megjegyzi, hogy hát azért szeressenek az emberek, meg jóba kell lenni. De azért szóval a, lelkem már, a lelkem mélyén már azért sejti, hogy, hogy, hogy nem hogy nem vakrepülést végzek, hogy pontosan tudom, hogy mit csinálok, és hogy nem véletlenül mondom azt, és írom azt, amit írok, vagy mondok. Ö, azt hiszem, hogy leginkább arról van szó, hogy elkezdett tisztelni. Ez az, ami nem teljesült soha. Ez az, ami nem teljesült soha. Mert mindig is szeretett, méghozzá, méghozzá nagyon. Tehát amíg más, más gyerekek azzal traumatizálódnak, hogy... Ö, nem szereti őket az anyjuk, és mondjuk ha az anyai szeretet egysége egy anya, akkor mondjuk más attól traumatizálódik, hogy ő neki csak 0,2 anyja volt. Na hát én attól traumatizálódtam, hogy nekem meg 32 anyám volt. Tehát, hogy egy anyában én 32-t kaptam. Tehát 32-szeres figyelem, 32-szer annyiszor hív föl telefonon, 32-szer annyira aggódik, hogy talán már nem is élek, 32-szer annyira ö, ö, akarja bebiztosítani a jövőmet. Tehát, hogy egyszerűen ez, a, ez, a, ez a, hogy mondjam, az, anyaság, az anyámnak az élete küldetése volt az anyaság. És hogyha nem az lett volna, csak mondjuk a három-négy projektjéből egy, akkor minden oké okay lenne. De, mivel, hogy ő, ő, ebbe ennyi energiát, ennyi érzelmi energiát tett, ennek a következménye lett a nagyon sok konfliktus. Nekem ez lett a szeretet nyelvem. Ezért én a barátnőimet is csak így tudtam szeretni. Csak hát azután, hogy ezt az ember egy pszichoanalízisben feltárja, a szellem napvilágára felhozza és a fényjel átvilágítja, már nem tudja ugyanezeket a játszmákat csinálni, mert már érti, már leleplezte őket. És amikor a barátnőjével elkezdene veszekedni, elkezdeni azokat a játszmákat, amiket az anyjával folytatott, már nem tudja komolyan venni magát. Tehát már nem, tud, már nem tud komolyan beleállni egy ilyen veszekedésbe, mert már, 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 ahogy mondjam, már ledőlt a paraván, már látszanak a bábosok. Már, már, már senki nem tudja komolyan venni az, egész, az, az előadást, és már nem tud drámázni az ember, mert már az egész egy kutyakomédia. És akkor itt jövünk meg oda, hogy el lehet kezdeni az embernek a saját életét élni. Azt mondtad, hogy elkezdheti a saját életét élni, és a te esetedben ugye ez egy család lenne, és annak te a család fője. Hát Hol tartasz -e a? Hát most van egy barátnőm is, Reményteljes a igen, te, igen, tervezgetjük. tervezgetjük. Milyen apa lennél te? Tudnád te, vagy tudsz te gyerekkel, csodálni, játszani, kellő türelemmel, érzékenységgel, gyengétséggel közeledni hozzá? Erre a kérdésre nem lehet válaszolni. Ez, mert ez olyan, hogy van egy mag. Milyen a fa? Lombos vagy? Tűlevelű vagy? Vagy, vagy mit terem a fa? Mit... Majd, ha kinő, meglátjuk. Ez most, csak, ez most még csak egy mag. Van bennem egy mag. Ez a mag, ez, ez a mag tartalmazza az apaságomat. Ez a mag, ez még nem kelt ki. Tehát eh, én még nem vagyok apa. Tehát most erre a kérdésre lehet úgy, az, hát én nagyon fogom szeretni a gyerekemet, én nagyon gyöngéd leszek. Mit ér, mi, mi, mit ér egy ilyen mondás? Mennyi fedezete van? Semmi. Semmi. Vagy azt mondom, hogy hát nekem azért vannak félelmeim. Nem tudom, nem tudom, nem vagyok apa. Még nem született meg. A, ahogy, a, ahogy tehát Én úgy gondolom, hogy ahogy születik a gyerek, úgy születik a szülő. Tehát a, 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 a szülő a gyerekkel születik. Ez a szülő, ez még nem született meg. Ha meg fog születni, akkor látni fogjuk, hogy kicsoda. És akkor majd lehet, meg lehet mondani, hogy ez a szülő, ez szigorú. Ez a szülő, hát ez nagyon gyöngéd. Vagy milyen? Lássuk meg. A feladatom most nekem nem az, hogy tudjam, milyen szülő leszek. A feladatom az, hogy készen álljak arra, hogy szülővé váljak, és hogy ez a folyamat, ez meg tudjon velem történni. Én, én azt gondolom, hogy ezt a, ezt a felnőtté válást nem lehet megspórolni. És ma már tudok a neurózisom poklára úgy gondolni vissza, hogy, hogy, hogy volt funkciója az életemben is, hogy nem értelmetlen volt. Te, Ö... ha lehetőséged nyílna rá, a te életedet pontról pontra ugyanúgy újraélni, megtennéd? Nem. Egy csomó mindent másképp csinálnék. Egy csomó mindent másképp csinálnék. De ugyanakkor nem mondhatom, hogy hogy regisztráltam olyan jellegű hibát, ami visszafordíthatatlan lenne, vagy valamire így nap mint nap visszatérnek a gondolataim, hogy na ha azt, azt másképp csinálhatnám, vagy azt visszacsinálhatnám. De ugyanakkor azt gondolom, hogy mivel, hogy a fél életemet egy, egy Mystérium játékban töltöttem. Nem a saját döntéseimet hoztam, hanem az anyámmal való működésemnek a mintáit vittem át a párkapcsolataimra, és szabotáltam szét az összes párkapcsolatomat, miközben mindegyik újabb és újabb kapcsolatomat azzal ideologizáltam, vagy az előző kapcsolatom kudarcát mindig azzal magyaráztam, hogy hát őse volt az igazi. Hát, még mindig nem volt. És akkor ilyenkor, amikor kérdezi a, a, a nagymama, meg a nagynéni, hogy hát és hát miért nincs, még mindig, még mindig nincs gyereket, hát még mindig nem kötötték be a fejedet, hát biztos nem találtad meg az igazit. És olyankor olyan könnyű ezt mondani, hogy hát még nem találtam meg az igazit. És ez, ezzel egy egész nemzedék hűíti magát, és ezt figyelem, hogy meg még nem találta meg az igazit. És hát Senkiben föl nem merül a gondolat, hogy esetleg te nem vagy az igazi. Én, nem, én többé nem gondolom azt, hogy hogy én ne találtam volna meg az igazit. Sőt, ma már, ahogy visszagondolok az eddigi életemre, azt is látom, hogy három vagy négy igazi legalább volt. Aki az az igazi, nem kevés. Hát nem kevés, aki az igazi lehetett volna, ha én az igazi lettem volna. Na, az, igazi, a, a, az én számomra a feladat az igazivá válni, és találni egy igazi ehhez. Nem gondolom, hogy egy igazi van. Nem gondolom, hogy az embernek az életben egy igazi van. Nem hiszek ezekben a nagyon romantikus hazugságokban. Te egyébként szentimentális vagy? Hmm, szerintem nem. Nem? Szerintem nem. Könnyen sírsz? Azért azt tudok sírni, de, de azt nem gondolom, hogy szentimentális vagyok. Nem, azért nagyon nem. Nézd, stabil, stabilan vagyok gyógyszerezve, nem sírok könnyen. Tehát Nézd, az én esetem, tehát a, a, a civileknél az, hogy könnyen sírsz, az egy ilyen személyiségre vonatkozó kérdés, hogy hát te milyen jellegű ember vagy. Ha egy neurotikussal beszélsz, akkor a könnyen sírsz, az nem ezt jelenti, hogy milyen jellegű ember vagy, hanem hogy milyen, milyen stabilan vagy gyógyszerezve. Vagy hogy, hogy, hogy milyen az állapotod éppen. Tehát én nem sírok könnyen, és ez azt jelzi, hogy köszönöm, jól vagyok, stabil vagyok. Tehát de, de persze voltak. voltak volt, volt vagy egy évtized, hogy nem sírtam. Aztán jött a neurózis, és... és... rengeteget sírtam. Amikor elvesztettem apámat, akkor is sokat sírtam. Tehát azért... Igen. De nem gondolom, hogy szentimentális vagyok. Említetted a párkapcsolataidat, hogy bizony tetten élhető volt a te szorongásod és a neurózisod. A baráti kapcsolataidon ez mennyire hagyott nyomot? Talán annyiban igen, hogy hogy én mindig azoknak az embereknek a társaságát értékeltem, akik vállalják a, a, gyengeségüket. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb erő az a gyengeség vállalása. Mégségesen sem egyetértek. Azon mű. nincsen túl semmi. És, és ha, van, ha ha, neurózis megtanítja az embert egy fontos leckére, akkor az a lecke az, hogy a, hogy a gyengeségben semmi szégyelni való nincs. Semmi szégyelni való nincs, és hogy, 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 mindannyian ugyanabban a medencében fuldoklunk. És, és Ebből következően sok barátod van? Máshogy kérdezem, ha nagy bajba kerülsz, akkor hány olyan ember van, akit föl tudsz hívni éjjel háromkor? Legyen ez szerelmi bánat, baleset, haláleset, nagyon nagy szorongás. Azért van hat, az ember. nem kevés szerintem, nem, nem. nem. Ö, és érdekes módon a barátaimmal, nem a barátaimmal nem ö, kellett konfliktusos kapcsolatot működtetnem soha. Tehát a barátaimmal nem kerestem a bajt, nem kerestem a konfliktust, nem szabotáltam az intimitást, nem szabotáltam a, a a bizalmat, meg a jó emberi kapcsolatot. A barátnőimmel, a párkapcsolataimban meg mindig. És úgy gondolom, hogy ez azért van, mert a barátaim azok soha nem akartak kisajátítani. A barátaim azok soha nem akarták a szárnyaimat levágni, azok soha nem akartak engem korlátozni, ők soha nem akartak bezárni. És ezért nem kellett elkezdenem mellettük fuldokolni. Én azt gondolom, hogy ez a, ennek a fuldoklásnak az ős állapota, hogy az ember az intimitásban fuldoklik, amire nagyon jó érzékkel éreztél rá, az az, 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 az anyámmal való kapcsolatomban gyökerezik. Hogyha bárkivel szemben ezt meg, megérzem, hogy hasonló az anyámhoz, tehát egy ilyen, egy ilyen korlátozó személyiség, aki, aki, engem, aki engem megfojt, aki engem bezár, aki engem elnyom bármilyen módon, akkor én elkezdek. Elkezdek menekülni abból. Akkor én ott elkezdek, elkezdek kapálózni, és visszajövök a felszínre a mélyből, mert, mert fullasztó. Tehát ebből az én számomra az a tanulság, hogy egy olyan nőt kell találnom, aki elsőrendűen barát, tehát elsőrendűen a, a barátságnak az ismérveit teljesíti. A párkapcsolatban rengeteg az önzés. Hallatlanul sok az önzés a barátságban, ha tényleg barátság, abban szemernyi sincs. A barátomnak azt akarom, ami neki a jó. A partneremnek azt akarom, ami nekem a jó, jobb esetben, ami nekünk a jó. De semmiképp sem azt, ami neki a jó. És azt gondolom, hogy elsőrendűen nekem erre van szükségem, hogy találjak egy olyan partnert, úgy gondolom, hogy a mostani csajom ilyen, aki, aki elsőrendűen barát, és... és és nem leigáz, hanem felszabadít. Nem onnan fúj a szél, és ez egy végkövetkeztetés, de lehet, hogy rossz helyen kapizsgálok, hogy te végső soron hihetetlen nagy szeretet igényel élsz. De. de. Téged szeressenek. De. Ne bántsatok. De. de, de persze. Igen, úgy gondolom, hogy, hogy, hogy igen. A, azt a referenciát, amit az anyám megteremtett, azt azért nehéz, euh, nehéz euh, betölteni, vagy nehéz, euh, nehéz euh, ezt, ezt euh, szerintem nem lehet. Szerintem igazából engem senki nem fog úgy szeretni, ahogy az anyám. És ez, ez ezzel az elvárással nem is lehet hozzáállni egy párkapcsolathoz. És az az igazság, hogy jobb is, ha nem, nem teszi senki. Mert az, az már fullasztó. Tehát te elhiszed magadról, hogy te szeretnél való vagy? Igen, azt hiszem, hogy igen. Egyébként szerintem az a szeretni való, aki, aki, megmutatja magát. Tehát az, ember, az embert nem a teljesítményért szeretjük, ha szeretjük, hanem azért szeretjük, aki. Ha valaki megmutatja magát, hogy ő ez, már szerethető, hiszen senki se több ennél, senki se több ennél. Mindenki egy lény, és aki föltárja magát, az válik szerethetővé. Aki rejti magát, mert fél, hogy a végén még nem szeretik majd, ha megmutatja, az nem lesz szerethető. Hát valójában a szeretethez igazából, ahhoz, hogy az ember szerethetővé váljon, igazából bátorság kell. Bátorság kell ahhoz, hogy az ember elhiggye, hogy 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 nincsen semmi borzasztó, sötét, démoni dolog belül, hogyha feltárja mindezt, akkor nem szabadul ki semmi szörnyűség, és senki nem fog megijedni. És akkor föltárja. És akkor kiderül, hogy, hogy ő, se, ő se egyéb, mint egy ember, és mint ember már is szerethető. Hát te ezt most itt föltártad, és abban egyetértettünk, hogy nincs annál nagyobb dolog, mint hogy az ember fölvállalja a gyengeségét, és mert gyenge lenni. És Én ezt nagyon köszönöm. Én köszönöm. Ez volt Puzsér Robert Arcképe. Folytassuk a jövő héten, és mi itt leszünk. Addig is vigyázzanak magukra, minden jót kívánok! A helyszínt a Mikati biztosította.